Dr. Tar Illikó, a Debreceni Egyetem fogorvostudományi karának adjunktusa a fertőző betegek ellátásáról tartott előadást. Nyilvánvaló, hogy a témaválasztás aktualitással is bírt az influenzás időszakban, na de hát vannak konstans dolgok, amelyekről tudni kell. Igen, például ilyen a máji gyulladás, vagy ilyen a HPV fertőzések, ilyen a herpes vírus fertőzések, illetve a TBC, ami szintén előfordulhat a mindennapi praxisban. Azt mondta, hogy külön kell választani, ha egészségügyben történik a fertőzés, az egészségügyi intézményben történik a fertőzés, meg hogyha közvetlenül történik a fertőzés. Na most a fogorvosi rendelő az hova tartozik tulajdonképpen? Ez is nozokómiális fertőzésnek, tehát az is egészségügyi intézménynek számít, és ugye ott fontos az, hogy az ember eleve a betegeket úgy lássa el, hogy ez ne történjen meg. Az más dolog mondjuk, hogy betegről orvosra, orvosról betegre, illetve betegről betegre is történhet fertőzés. Tehát ennek azért mindig ott van egy nagyon kis százalékban az esélye, hogyha az ember a szabályokra odafigyel, akkor ez nem történhet meg. Na most fertőzést megakadályozni csak akkor lehet, hogyha tisztában vagyunk vele, hogy most éppen egy fertőzés helyzet van. Éppen ezért feltételezzük mindig azt, hogy minden beteg fertőzött. Tehát valahol feltételezzük ezt is, ennek megfelelően végezzük az ellátást. Az más dolog, hogy tudott fertőzöttnél meg ezt még fokozottabban figyelembe vesszük. Mert ott nyilván az egyéb egészségügyi következmények miatt ezért muszáj esetleg a kezelésen változtatni a számát, a beavatkozás hosszán, mindkettőnk érdekében, mert ugye ez oda-vissza igaz. Milyen fertőzés veszélyekről kell elsősorban beszélni? Én úgy tudom, hogy Magyarországon körülbelül 1-2% a lakosságnak érintett. Ugye a TBC-ről beszélünk, hogy az 2013-ban 1045 új eset volt, ami azóta szerintem nagyjából stagnálhat, mert különösebben ugye az incidencia azóta szerintem nem emelkedett, hát nyilván intermittálhat a mennyisége, de nem olyan nagy ez az eltérés. A beteget ki kell kérdezni, mielőtt a székbe ül a betegségéről, előző betegségeiről. Hát hol van manapság erre ideje a fogorvosnak? Hát muszáj, hogy ideje legyen. Muszáj, vagy pedig ugye a beteg papírjait eleve el kell, hogy kérje. Az a legfontosabb, mert a betegek nagyon sokszor nem tudják, hogy milyen betegségük volt, igazából megmondani sem tudják a diagnózist, nyilván az orvosi diagnózist nem is tudják sok esetben. Sokszor a gyógyszereik nevét sem jegyzik meg. Hogy kerülnek be tulajdonképpen a fertőző betegségek egy rendelőbe, túl azon, hogy behozza a beteg, vagy behozza az orvos? Igen. Hát igazából nálunk ugye egyetemi klinikán a benfekvő betegeket is, az akut benfekvő fertőző betegeket is ugye más klinikáról átküldetik. De mondjuk ezekről általában tudjuk, hogy milyen betegségük van, hiszen konzíliumkéréssel történik a dolog, ahova ezt le kell írni, hogy a betegnek milyen alapbetegségei vannak, milyen gyógyszereket szed. Na persze, hogyha valaki fertőző beteg, az nem azt jelenti, hogy megtagadják az egészségügyi ellátását, hanem. Nem, nyilván ugye akut fertőző betegnél az akut ellátásokat biztosítani kell. Itt lényeges az, hogy minél kevesebb beavatkozással történjen meg a panasz elhárítása. Vannak olyan felszerelések, gépek, vagy éppen a klíma egy rendelőben, amely igencsak kedvez bizonyos kórokozóknak. Így van, de manapság már én úgy próbáltam tájékozódni ez ügyben, már az alapklímákat is általában olyan szűrővel szerelik fel, ami legalább 90%-ban a levegőből a kórokozókat kiszűrik. Az más dolog, hogy egy orvosi rendelőben egy olyan szűrőt kell választani, ami a kórokozóknak a levegőből való kiszűrését 100%-ban elvégzi. Hát még mindig nem teljes sikerrel, mert ugye ön is említette a legionellát, ami sajnálatos módon napjainkban egyre népszerűbb idézőjeles betegség. Igen, hát az pont a légkondicionálóból eredhet, de ha a klímát rendszeresen takarítják, szétszedik, a szűrőt kimossák, kicserélik az aktív szűrőket, hogyha erre szükség van, illetve lefertőtlenítik, akkor ennek nem lenne szabad megtörténnie. Most itt elsősorban a szakmabelieknek arról adott tájékoztatót, hogy miként kell viselkedni a fogorvosnak, ha fertőző beteg jön a rendelőbe. Na de ez fordítva is előfordulhat. Fertőző betegséggel rendelkezhet ad abszurdum az orvos vagy az asszisztens is. Nagyon fontos, hogy az orvos is, hogyha fertőző beteg, akkor ne menjen dolgozni. Én úgy tudom, hogy ha egy fogorvos megfertőződik hepatitis C-vel, és ez bizonyított is, akkor gyakorlatilag elveszti a munkáját. Tehát emiatt a fogorvosok nagyon sokszor betegeket távolságtartóan kezelik, ami nem véletlen, mert nyilván a lehetőségét sem akarják annak, hogy megfertőződhessenek. Manapság, amikor a felhőkben tárolják az állampolgárok adatait, felvetődhet az a kérdés is, hogy vajon mennyire segíti az önök munkáját ez a felhőben tárolt adat, hiszen az bármikor hozzáférhető. Hát segítheti, mert nyilván nem véletlen, hogy ugye személyigazolvány azonosítással tudunk csak belépni, így a beteg megtudhatja azt, hogy kifért hozzá az adataihoz. Az más dolog, hogy úgy tudom, hogy az adatvédelmi törvény miatt bizonyos adatoknak a hozzáférését a beteg
beteg önmaga is letilthatja. Tehát nem biztos, hogy minden adatához hozzáférünk, de reményeim szerint azért ez mindenképpen segíteni fogja a munkánkat, mert ha valahol mondjuk házi orvos kér egy gyógyszert, nem írom föl még egyszer, ha volt vérvétel egy hónapon belül, azt meg tudom nézni, még akkor is, ha a beteg elfelejtette elhozni. Már pedig ilyen gyakran van. Orvos-beteg találkozás első alkalommal, hát ha úgy tetszik, akkor a papíron keresztül történik, hiszen bejelentkezik a beteg, a páciens. A második találkozás a személyes, a face-to-face, de aztán kinyitja a beteg a száját. És már itt gyakorlatilag egyfajta szűrővizsgálatot is el kell végezni a fogorvosnak, ugye? A szájüregidaganat szempontjából. Ez már az első találkozás alkalmával szájüregidaganat szűrésnek kell lenni. Tehát az aktív kezelési sor megkezdésének az első vizsgálata az mindig ugye fogazati státuszfelvétel, kezelési tervkészítés, röntgenkészítés, illetve a szárnyalkartja teljes vizsgálata meg kell, hogy történjen. És ezek már árulkodó jelek lehetnek tulajdonképpen a fertőzés szempontjából is. Jól lehet, előfordul, hogy a beteg elhallgatja. Így van, tehát bizonyos nyálkaártya eltérések is utalhatnak arra, hogy ott valamilyen, a háttérben valamilyen olyan betegség van, ami esetleg felveti a fertőző betegség lehetőségét, és ezt akár úgy is, hogy a beteg nem tud róla. Tehát nem letagadja, hanem nem is tudja. Van-e ilyen esetben például a fogorvosnak jelentési kötelezettsége? Mondjuk egy alapellátó fogorvos a házi orvoshoz a beteget átküldheti, és javasolhatja a vérvételt nyugodtan, hogy a házi orvossal általában egy kis faluban azért vannak olyan viszonyban, hogy szerintem ezt megbeszélhetik, hogy a házi orvosra tessen vért, vagy szerológiát csináltasson. Mert nyilván az adott tünet alapján ez indokolt lehet. Szó volt az exoszómáról is, amely a sejtek közötti kommunikációval kapcsolatos, ugye? Többek között ez igen lehetővé teszi, ezt így van. Miért tendő ez? Alatt miért kell erre figyelni? Vírusok terjedhetnek ilyen módon, tehát nem kell teljes vírusnak kiválasztódni a sejtből ahhoz, hogy fertőzést hozzon létre. Ugye ez főleg a diagnosztikai lehetőségeknek a megfelelő ismeretét igényli, hogy esetleg az exoszomális vírusfertőzést is az ember figyelembe vegye. Tudni kell azt, hogy igazából a vírusfertőzés PCR-ral lehet biztosan meghatározni. Amikor egy rendelő üzembe lép, akkor különféle előírásoknak kell eleget tenni, meg kell felelni a jogszabályoknak. Ön mégis hangsúlyozottan szólt arról, hogy milyen teendőkre kell figyelni, milyen feladatok vannak a kórokozók elkerülése érdekében. Tehát mondjuk, hogy milyen gyakran kell egy gépet tisztán tartani, vagy a légkondicionálót kitisztítatni. Mik azok, amikre elsősorban felhívja a figyelmet? Nyilvánvalóan a fogászati eszközöket ugye iatrogén előírásoknak megfelelően folyamatosan és minden beteg után le kell takarítani, ugye ez fertőtlenítés, bizonyos esetekben sterilizálást is jelent. Ez pontosan a Johann Béla Országos Epidemiológiai Intézet által kiadott körlevélben részletesen megtalálható. Mindenki számára elérhető az interneten át. Ott pontokba szedve szépen le van listában írva. Van még egy kérdés, ha fertőző betegséggel érkezik a rendelőbe valaki, és netán fogpótlást kell elvégezni, ennek van egy harmadik személye is, sőt, ha úgy tetszik, negyedik, mert a harmadik mondjuk az asszisztens, a negyedik pedig a fogtechnikus. Ő is megfertőződhet lenyomatok igen, által, ugye? Így van, ezért van az, hogy ilyen esetben a fogtechnikust is értesíteni kell arról, hogy az adott beteg, akinek a pókoltást készítjük, az fertőző beteg.